És már itt is van Zalai Richard. Szia, Ricsi. Hello, sziasztok, jó estét. Igazán magával ragadó mind a dal, mind Anna festészete, mind a körülmények, mind a fények. De kezdjük onnan, hogy milyen esemény keretein belül vettétek ezt a videót fel, hol voltatok, Labum Fesztiválról beszélünk, ugye? Hogyan kell elképzelni ezt a fesztivált? Hát ez egy kis butik fesztivál, ami Budapest környékén található. És hát mit mondjak róla? Festői környezet, nagyon szép táj, nagyon kedves emberek, kiváló közönség. Úgyhogy igazából jobbat sem tudtam volna elképzelni, ahol debütál ez a kettős, vagy kettőnknek ez a közös performansza. Ugye közel egy órás volt ez a műsor. Mennyire volt megtervezett, és mennyire volt impro? Hát olyan 50-50. Tehát ugye a dolognak a nagy része ugye a fejemben már megvolt, meg az ív annak, hogy mondjuk hogy fog felépülni a műsor. Viszont elég sok helyet hagytam annak is, hogy tudjak improvizálni, meg egyrészt reagálni arra, hogy az Anna fest, mert én nem tudtam azt, hogy ő mit fog festeni. És közben nem is nézted, hogy mit fest. De azért néztem. Ezt próbáltad zenével egy kicsit így? Ő persze lekövetni valamilyen szinten. Aha. Ő pedig ugye ugyanúgy visszareagált arra, amit én zenéleg csinálok. Ez nagyon izgalmas. Ilyen, igen, igen. Ilyen nem igazán van egyébként se az országban, se a világban, vagy nem tudom, hogy van-e. Hát őszintén szóval én sem nagyon tudok róla. Ez egy adta magát a helyzet, és ez tök jól sült el. Hát nagyon. És benned milyen érzések voltak zenélés közben? És mit láttál viszont Annánál? Vagy hát, mennyire passzol? Igazából csodáltam azt, hogy ő mit csinál. Tehát nagyon örültem annak, hogy egyrészt tudtam őt inspirálni arra, hogy ilyen festményeket létrehozzon. És örültem is annak nagyon, hogy mindezt ki tudtam hozni belőle, és utána már én is megnyugodtam az elején, hogy ez működik. Mert előtte ugye nem próbáltunk el semmit. Találkoztunk egyszer életünkben, beszélgettünk pár szót. Ja, nem is ismertétek egymást előtte? Nem. Tehát miben maradtatok? A Kama mutatott be minket egymásnak, és ő úgy gondolta, tök jó jós szemmel, hogy mi passzolni fogunk egymáshoz, és ez egy tök jó kombináció lesz, és így is ült. Nagyon működött is. Igen, beszéljünk egy kicsit azért a dalról is. Általában, amikor a vendégek itt vannak, akkor ugye van egy szövegkörnyezet is, amit úgymond könnyű megkérdezni, miről szól a dal, de ugye ez instrumentális. Számodra miről szól ez? Egy kicsit olyan könnyed, vidám hangvételűnek gondolom, de biztos több minden van benne. Hát igen, műfajilag igazából nem rugaszkodik el nagyon attól, amiket eddig csináltam. A címe ugye a Splendid Isolation, ez nagyrészt arra utal, hogy el vagyunk szigetelve, viszont nagyrészt vissza is utal arra, amikor az első LP-met kiadtam, amit ugye Dunán rögzítettünk egy live session keretein belül, mert ott ugye egyedül voltam úgymond elzárva a külvilágtól a hajón, és úgy zenéltem ugye a Covid alatt, itt pedig úgymond ketten voltunk elzárva, mert ugye úgy kell elképzelni a színpadot, hogy egy kis kápon előtt a tó körül ülnek az emberek, viszont előttünk közvetlenül nincsen senki. És ezáltal úgymond el voltunk egy kicsit zárva tőlük, és ez egy tök érdekes dolog volt, hogy mi ketten ott vagyunk, mint egy kis sziget, ott alkotunk, és az emberek kicsit távolabb tőlünk, onnan követik az eseményeket. És mit szóltál a végeredményhez a végén? Egyeztettetek Annával, hogy ki mikor mit érzett, mibe volt? Hát nézd, átöleltük egymást, és az igazából mindent elmondott. Elég volt. Igen, igen. Tehát csodálatos élmény volt. És hogy jól tudom, lesz egy lemez is. Nem sokára. Igen, januárban, hogyha jól tudom. Öt dallal, amiből, hogyha így összerakjuk, akkor kettő ugye megjelent. Így van. A maradék hármat még nem hallhattuk. Miről szól a maradék három, illetve az egész album neked? Ugye most a kicsit az elzárkózásról beszéltünk, mind a koncerten, mind a dalait kapcsán. Miről szól ez az egész lemez? Hát elsősorban arról, hogy másodszor is apa lettem. Jaj, az elmúlt időszakban. Gratulálunk. Köszönöm. És az első EP-m igazából az a kislányomnak volt úgymond dedikálva, tehát ő inspirált arra, hogy megírjam, meg ahogy végigmentem azon a folyamaton, hogy apává válok, és maga ez az élmény, hogy került feldolgozásra bennem. Ez a második EP viszont a kisfiamnak szenteltem, vagy szentelem, és igazából ő az, hogy igazából most is, vagy hogy még egyszer apa leszek, ez hogy zajlott le bennem, és hogy változtatott meg elég sok mindent. Úgyhogy igen, ez most egy termékeny időszak ilyen szempontból. És a nyarad is nagyon termékeny volt, hiszen ez a videó, amit most mi láttunk, az nyáron készült. Igen. Mik a tervek a jövőben? Hát a menedzsmenttel most elég nagy terveink vannak, elég sok koncertet tervezünk, fogok játszani showcase fesztiválokon külföldön, fogok játszani más fesztiválokon külföldön, tehát folytatjuk azt az utat, amit elkezdtünk az idei évben. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy a Covid már nem tér vissza, az emberek visszatérnek a klubokba és a fesztiválokra, és egy sűrű nyarat tervezünk, igen. És az EP-ről meg esetleg klip lesz? Várható? Ez még titok, de igen. De valamit csak szeretnék még, igen.
Jó. Nagyon várjuk. Akkor várjuk. Várunk vele vissza. Ha lesz, januárban várunk, itt lesz. Ha nem lesz, akkor is visszavárunk. Rendben. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, sziasztok.